Feladatunk és kötelességünk is egyben, hogy méltóságteljes öregkora, feladata, szerepe, helye legyen a társadalomban minden idősödő embernek. Ugyanakkor legfontosabb mégiscsak az emberi kapcsolatok erőssége, a kis közösségeink megtartó ereje. A Varó úti idős otthon lakóiról sem feledkezett meg Karcag városa október 1-je, az idősek világnapja alkalmából. Mit is kívánhatnék az idősek napján? Mindenkinek jó egészséget, ami a legfontosabb, mindannyiunknak, még a fiataloknak is. Mindenkinek odafigyelést egymás irányában, különösen egy közösségen belül, hiszen egy közösségen belül szobatársak, lakótársak egymásnak is nagyon-nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Az idősödés az emberi élet velejárója. Nem egyáltalán nem mindegy, hogy ki hogyan éli meg élete utolsó éveit, évtizedeit. Kimutatott tény, hogy a mozgás és a zene nagyon jó hatással van a demenciával élő embereknek a mentális állapotára, valamint hozzájárul az aktív időskornak a fenntartásához is. Ennek jegyében született meg mind a két telephelyünkön az Idősek Világnapjára szervezett programunk is, hiszen a tegnapi nap folyamán a Zöldfa úti telephelyünkön mozgásterapeuta által betanított táncterápiát, örömtáncot mutattunk be az idős ellátottakkal együtt, és bemutattuk, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. De nem csak a mozgás, a zene, hanem a közösségben töltött idő, a beszélgetés, az olvasás, vagy éppen a rejtvényfejtés is segíti a szellemet karbantartani, sőt akár az éneklés is. Találkozhatunk azzal a mondattal, hogy hull az elsárgult levél, ami valóban össze lehullik, össze is takarítjuk, de tavasszal újra rügyezik, újra bimbózik ez a fa, a virágok. Én bízom benne, hogy ez a levél lehullás nálunk is csak átmeneti állapotú. Tavasszal ugyanúgy itt fogunk találkozni, és közösen tudunk ünnepelni majd, és közösen tudunk örülni egymásnak, hogy igen, egy évet megint megéltünk, tudunk beszélgetni. Karcag városa két telephelyen nyújt idős otthoni ellátást. Itt napi ötszöri étkezést biztosítanak, valamint heti egyszeri alkalommal házi orvosi rendelést is. A két telephelyen összesen 171 férőhelyjel működik a szolgáltatás.